10-essel Harnis Ákos. A hazai 10-2-es kiütés után idegenben is magabiztosan győzte le a Rábeltó FC a Haladás együttesét a hétfő esti bajnokin. Igaz, a gólok számát tekintve ezúttal nem szórták meg magukat a győri zöld-fehér legények. Többnyire mezőnyjáték zajlott a találkozó első néhány percében. Az első igazi győri helyzet a 6. percben Noé nevéhez fűződik, amiből rögtön gól is született. Ezt követően aztán a vendégek kerültek fölénybe. Hiába záporoztak folyamatosan az etós támadások, a következő gól még váratott magára. Egészen a 20. percig, amikor drót talált be a Hali kapujába, így két gólos győri előnnyel vonult a költözőbe a csapatok. A fordulás után hazai támadásokkal folytatódott a találkozó, ám gól egyikből sem született. A 24. percben aztán megtört a jég, és tovább nőtt a győri előny. Pála megpasszolt a kapu felé érkező Lódihoz, aki közelről a hálóba talált. Tovább próbálkozott a Hali is, még vészkapust is többször bevetettek a vendégek, ám gólra egyszer sem tudták váltani akcióikat. Így végül maradt a 3-0-es vendégsiker, ezzel pedig győrbe kerültek a bajnoki pontok.